Pért Liszter még várom, Bencus, többiek kimentek a nyárira. Drágám, hogy tudnálok egyik délután vagy este magamhoz kicsábítani? Milyen trükkel? Azt úgy rád adnám a gumikesztyűket, a létrát, oda raknám alád. Azt gyerünk, 26 ablak. Kívül, belül? És minőségkontroll, ilyesmi, garantált? Akkor jó? Akkor összehozzuk valamikor. Na, ügyes legyél, várom a Bencét. Ha ilyen, nem tudom. Volt egy ibrik frézeréknél, kétszer is. Az is megzavarta itt a kora reggel indulásunkat. Szalt le Londzsal egy csikó. Leestek róla, meg nem tudom. Na, mindegy, majd. Na, mi van itt? Na, jó reggelt mindenkinek! Most már, csak így azért mutattam ezt a videót, most már a pofámról nem csinálok videót. Ez már a tavaszi nadrágom. Nem a nyári, a tavaszi. Úgyhogy elképzelhető, hogy itt a tavasz. Ha már ezt felvettem idén először, nagyon szeretem, ilyen jogging faszomba voltam, ami nagyon jó volt, végszolgáltatlan. Telet, de ez azért, ezt nagyon szeretem, pláne így. Tegnap elsőnek kiraktam a madaraimat a teraszra. Idén először, tehát már az is valami. Na jó, várjuk itt a Cilukát. Hárman kin, meg még nem, na megjött. Jó. Akkor megkaptad a üzenetet, drágám? Megkaptad a üzenetet? Galo, aranyos tündérló. Ő elmegy egyedül, így akkor te is. Bemész itt, és fokozatos vadászka jó hosszan. Kézből fokozatos vadászka. Fordulok, és így megyek közé. Így van, tökéletes. Tündérke, aranyos, szeresd őt, itt várlak. Hát akkor arra menj, amerre ő. Igazából a pálya irányába szoktunk menni ott is. Jó, de mehetsz nyugodtan, vagy mit csinálsz? Haladjál. Na, Bencus az, pályán a többi, és minden lánya hülyeskedek, hogy például most Barkóczi Erikával, hogy nincs-e szüksége kertészre. Szóval meggondolja, mondom, nem lehet meggondolni, hogy gondolkodsz itt, az, mi olyan vagy, hogy leakasztanak a fogasról, vagy mi? Nekem itt be kell ütemeznem a dolgaimat. Lomcsit meg én hívom ablakpucolásra. Jó, megpucolnál szerintem azt a 26 ablakomat. Jó, megpucolnád, nomcsikám? Jaj, vidám reggel, de miért? La. Tegnap reggel mínusz 5 volt, de már olyan 9 óra fele már nagyon lehetett érezni, hogy kellemes jó idő lesz. Ma szerintem nem lesz az. Barangós, kicsit nyirkos, kicsit olyan unfreundlich idő van. Hát ez van. Jobb, mint esne. Aminek majd az is kell. Felhív a csupi barátom, hogy na, kutakadtam Zabután. Szerinted nem, mondom, biztos valami jó árat. 85 plusz állítás. Ja. Azért mondom, itt ugye szabadult minden. Söprűt veszek 3200 forintért. Gagyi söprűt. Jót nem találsz. Ez a mi anyag áll. Na mindegy. Eszméletlen, minden elszabadult. A Tánci és Mark az megvolt kora reggel. Most gondolkodnom, hogy itt a követ szerintem jövünk Egon Csődi Ribizli. Ők meg kijönnek. Így van, Princi Gizi, mondd a nevét, Princi Gizi Hibi. Így van. Ők meg ketten. És ide jövünk a térire ezekkel. Jó van, de nem, mindig a pályával kell, úgy kell menni. Na drágám, most már képzeld, vizuálisan látom, hogy pucolod az ablakot. Ott állok a létre alatt, és fogom. Figyelj, extra lóvé lesz, igen, amit kértél. Viszont extra munkaruha, amit én adok. Jó, egy zacskó? Nem zacskót. Van. Erre gyere, igen, péntek, hallod? Van ilyen ápolónő ismerősnőm. Hát tudod, már 80 évesen már ilyen izék. Ilyen ápoló. Igen, 80. Nem ezt mondták éjjel, hallod?
Gyere, fokozatos vadászka. Mehetsz, indulj el. Fokozatosan. Aránylag, hosszan, aránylag, aránylag. Szóval jöttök Egon Csődör, Ribizli. Többiek meg a hárommal. Na. És pont szembe, ugye? Igen, mert a Nomcsi is megfordult, mert vele szembe is jöttek, tudod? Elindul szépen, semmi exkluzív, mély homok, fogja őket. Így van, vadászka meglegyen, nem kell nagyon összefogni. Olyan édesen el van ő, szeresd őt, úgy. Aztán azért majd tegyél egy 200 méter után. Jó, semmi exkluzív. Ezek már kim vannak a nyárin. Nem tudok mindenhol lenni, ezt mondtam. Ja, azt nem is mondtam, hogy édes. Morgan, édes Dankánk. Levetegedett. Hát tegnap már úgy lovagolt az ördögöt is, de hát már reggel szarú volt, ördögre is már szédelget szegénykém, úgyhogy beteg. És ha ő azt mondja, hogy beteg, akkor az 100%, hogy beteg. Az biztos. Volt egy napig, két napig volt, az még föl se épült, már jött. Tehát ott nyugodt vagyok, illetve hát gyógyuljon meg, na úgy mondom, de ha ő azt mondja, beteg, akkor biztos. Persze esküvő után, mindenki ilyen izé után, most nem neki mondom, Isten őriz. De esküvőn voltak, és már tegnap szarú volt. Szerdán voltak esküvőn. De lehet, hogy kedden. Tehát ilyen bulik után valahogy az embereket megviseli ez a dolog. Nem. Persze ő nem drog, vagy alkohol, vagy valami. Elkapott ott valamit talán. Én betiltanám az ilyen bulik. Az összes szórakozó helyet, alkoholos, cigarettás elárultuló helyeket, ahol táncolni lehet, azokat is, onnan másnap már meghal mindenki. Se semmi, se társalgó, semmi. Mind megszüntetném. Mozikat, mindent. Ha miniszterelnök leszek, majd ezt jóvá is hagyatom, ne aggódj. Na gyere, drágám! Hát ez egy tökéletes itt neki. Mesélhet bárki bármit. Ennyit legyen szépen, aránylag hosszan. Ennyi. Jó. Tudom, hogy ki nem szereti ezt, de kicsempészem ide őt, mert tudom, hogy 100%, hogy ez jó neki. Mi legyen a műanyagon. Persze oda is megyünk majd. Nem mondom, na jó. Benzinkutakat is betiltanám, egyértelmű, ugye, mert megtankolnak, azt mennek. Délután, vagy szabad nap van, másnap, ugye, azt roncsát teszik magukat. Benzinkutat is, tánchelyeket, szórakozó, McDonald's, mindenféle ilyen, ott elrontják a gyomrukat. Tökéletes, amit kértem, Lindácskám. Jó, na menjetek, én indulok befelé. Hát az jó idő, míg odaérek a kis mopedemhez. Igazán.